Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. január 18-án csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Egészségnap az Új Esélyközpontban. ...2024-es költségvetés. Január 23-án a Mezőtúri Új Esélyközpont és az Egészségfejlesztő Iroda ingyenes egészségnapra invitálja a lakosságot, amelyen a prevenció mellett a függőségekről is szó lesz. A részletekről Máté Gábor, a központ nappali ellátás vezetője nyilatkozott. Január 23-án ingyenes egészségnapra kerül sor a Mezőtúri Új Esélyközpontban a helyi egészségfejlesztési irodával közreműködve. Mit tudhatunk az eseményről? A Új Esélyközpont Mezőtúri intézményünkben január 23-án az egészségfejlesztési irodával közreműködve egy vérnyomás, vércukor és egy pszichológus által tartott egészségnapot tartanánk, ami délután 2-től 4 óráig tartana. Ez első körben az ellátottaink részére lenne, de nyitott intézményként a város részéről is várjuk a embereket. Mit tudhatunk a központról, hogyan működik? Intézményünk 2021. májusában kezdte tevékenységét pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátására. Az év 365 napjában vagyunk nyitva, és két-két munkatárssal vagyunk segítségére az ellátottaknak. Itt az alapellátás mellett, ami mosási lehetőség és fürdési lehetőség, pszichiáter és lelki gondozó segít az ellátottaknak. Van még lehetőség tréningeken részt venni, ami csoportfoglalkozások keretén belül, például stresszkezelés és a munkába való visszajutásban segítünk itt az ellátottaknak. Hogyan jött létre az ingyenes egészségnap, milyen ötlet alapján? Első szerződésünkkel az egészségfejlesztési irodával, ők gondolataival egybekötve jött létre végül is az első alkalmunk. Kik támogatják az eseményt? Itt alapvetően ugye két intézményről van szó, tehát a kórház részéről ugye az egészségfejlesztési iroda és intézményünk keretén belül működik ez az egészségnap. Az eseményre kell-e bármilyen előregisztráció, vagy bárki jöhet, aki érdeklődik? Szeretettel várunk mindenkit, nem szükséges semmilyen regisztráció. A feltüntetett időpont keretén belül szívesen látunk mindenkit. Terveznek-e még hasonló eseményt? Január 26-án és 27-én lesz egy nyílt napunk, ahol toborozásra várunk igazából ellátottakat, szenvedélybetegséggel küzdők, illetve lelki betegséggel küzdő embereket, és beszélgetés során próbálunk nekik segítséget nyújtani. Az önkormányzatok számára az év első, legfontosabb feladata a költségvetés összeállítása. Az elmúlt évről és az idei tervekről Szűcs Dániel polgármester nyilatkozott stúdión keretein belül. Ugye minden évben, minden településnek van egy költségvetése, amelyből az adott évben gazdálkodhat. Mit lehet tudni Mezőtúr idei évi költségvetéséről? Minden évben az az első feladat, vagy az első között a legfontosabb feladat az önkormányzatok számára, hogy az adott évi költségvetésüket összeállítsák. Ugye a tavalyi évre érdemes egy pár mondatra azért visszatekinteni. 2023 év elején
nagyon komoly és nehéz helyzetben volt az önkormányzat a tekintetben, hogy az energiaválság kellős közepén voltunk, és az határozta meg a mindennapi gondolatainkat, hogy a megemelt villamosenergia díjak és a gáz energia díjaknak köszönhetően hogyan tudjuk kialakítani egyáltalán a költségvetésünket. A főbb számok egyértelműen ezek voltak, emellett viszont működtetni kellett a várost, és lehetőségekhez képest fejleszteni is kellett. Én azt gondolom, hogy ez sikerült 2023-ban megugrani, ezt a ilyen komoly kihívást köszönhetően annak, amely intézkedési tervet végül elfogadtunk, és azt végigvittünk minden intézményen és gazdasági társaságunkon keresztül. Majd az év közbeni pozitív fejleményeknek köszönhetően, hál' Istennek az energiaárak ugye visszább csökkentek. Hozzátenném, hogy nem csökkentek vissza a korábbi szintre, de a megemeltnél kedvezőbbek lettek. És ennek köszönhetően, valamint az iparűzési adó bevételnek köszönhetően pozitívan alakult már a 2023. évi kifejlet. Így kanyarodtunk rá a 2024-es évi tervezésre. Az adott évi tervezésnél mindig a legfontosabb feladat, hogy végigvegyük azokat a kollégákat, akik dolgoznak a hivatalban, az önkormányzathoz tartozó intézményekben és gazdasági társaságainknál. Ezeket a kollégákat megtartsuk, lehetőség szerint a bérüket fejlesszük. Ezzel kapcsolatban már történt ugye tavaly évvégén egy komoly lépés a kormányzat részéről, mely szerint 2023. december 1-ével megemelte ugye a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot, hasonlóan az előző évhez képest. Ez nyilván már egy irányvonal az önkormányzat számára, hogy hogyan gondolkozzon itt a saját intézményeinél, illetve gazdasági társaságainál. A tavalyi évben is, annak ellenére, hogy nagyon nehéz helyzetben voltunk, mint említettem az év elején, pontosnak tartottuk, hogy megbecsüljük a kollégákat és igyekezzünk bérfejlesztést végrehajtani, ezt tavaly is megtettük. Most is azt kértem a kollégáktól, hogy úgy tervezzük a költségvetést, hogy az egyik legfontosabb, hogy a béreken tudjunk továbbra is pozitív irányba elmozdulni, valamint emellett megtartsuk azt a stabil működésünket, ami jellemző volt már ránk a 2023-as évben is, és lehetőségekhez képest minél több fejlesztést végre tudjunk hajtani. Nyilván itt a 2023-as évben, ahogyan ezt többször átbeszéltük, sajnos nem nagyon beszélgethettünk olyan erős fejlesztésekről, bár az alól végül tudnék kivételt mondani, hiszen nyáron, hál' Istennek úgy alakult már a költségvetés akkor, hogy meg tudtuk csinálni a strandfürdőnél például a kis hidegmedencének a fűtését, amire már hosszú évek óta vártunk, és ezen kívül is volt még számos önerős beruházásunk. De most 2024 évben a terv az az, hogy újra építsünk földes utcákban útalapokat. A terv az, hogy az útalapos utcákban, amiből számtalan van a városban, mindjárt mondok egy-két részletet erről, azoknál lehetőség szerint kezdjük el az aszfaltozási munkálatokat, valamint emellett az aszfaltos utcáknál is természetesen a karbantartási javítási munkákat végezzük el. Emellett pedig ugye különböző pályázati megvalósítások is lesznek, de erről majd a későbbiekben úgy is fogunk beszélni. Ami viszont az önerős fejlesztésekhez el kell, hogy hangozzon, az az, hogy ugye 2022-ben, amikor is kormányzati támogatásnak köszönhetően ugye közel 270 millió forintot kapott az önkormányzat útfejlesztésekre, sikerült megcsinálnunk ugye 35 utcában az útalapot. 2019-ben további 17 útalapos utcát készítettünk el. Ezeknek köszönhetően közel majdnem 80 útalappal ellátott utca van Mezőtúron, szám szerint egyébként 77 a pontos szám. Tehát 77 utca útalapozása elkészült. Ezeknek pedig ugye korábban már beszélgettünk arról, hogy fontos lenne, hogy az útalap lezárása aszfalt réteggel vagy más szilárd burkolattal lehetőségekhez képest mielőbb megépüljön. Azonban mind említettük, a tavaly év éppen nem arról szólt, hogy ezeket az önerős fejlesztéseket meg tudjuk csinálni. 2024 évben viszont ebben szeretnénk előrelépni. Hogy pontosan hány utcában, hány útalapos utcában tudunk aszfaltozni, hogy hány még megmaradt földes utcában tudunk segítséget nyújtani útalapépítéssel vagy más egyéb technológiával, erre ma még nem tudok válaszolni, tekintettel arra, hogy ezt a számot a költségvetés véglegesítésénél fogjuk látni, és nem szeretnék felelőtlenül ígérgetni, pláne nem olyan utcákban, ahol már régóta várják ezeket a segítségeket. Ellenben azt el tudom mondani, hogy látjuk és érezzük, és egyébként én évek óta úgy dolgozom, és ezt kértem a kollégáktól is,
hogy prioritás tekintetében továbbra is az utcáknak az útalappal való ellátása és aszfaltozása, tehát az útfejlesztések legyenek az elsők. Ezt követik nyilván a járda építések, illetve járda felújítások és egyéb önerős beruházások. Tehát 2024 évben én azt gondolom, hogy egy újabb fontos lépést tudunk előrelépni az utcák fejlesztése tekintetében, és emellett pedig a közvilágítási program is itt van előttünk. Ugye tavaly évben úgy döntötte a képviselőtestület, hogy szeretné a ledes korszerűsítést megvalósítani. A tervek elkészültek. Tavaly év végén már ugye tárgyalta ezt a képviselőtestület. Akkor az a döntés született, hogy most januárban, tehát 2024. január végi testületülésen újra beszéljünk erről a témáról, mert abban nem volt egyetértés, vagy nem tettünk pontot a gondolat végére, inkább így fogalmaznék, hogy ezt a ledes korszerűsítést, ami egyébként megközelítőleg majdnem 400 millió forint költséget igényel, hogyha önerőből szeretnénk ezt megcsinálni, hogyan és milyen ütemben csináljuk. Felvetődött az a lehetőség, hogy az önkormányzat tegyen bele valamennyi önerőt, hogyha tud. Ha ez megvalósul, akkor nyilván kevesebb hitelt kell felvenni a beruházás megvalósításához. Felvetődött az a lehetőség is, hogy teljes egészében hitelforrásból csináljuk meg ezt a beruházást, mivel egyébként onnastól kezdve, hogy megvalósul, ez a fejlesztés jelentős megtakarítást ér el az önkormányzat, tehát egyébként a hitel törlesztésére is lesz így elegendő összeg. Vagy pedig nézzük meg, hogy éves szinten milyen költséget tudunk erre elkülöníteni, és szakaszosan csináljuk meg a városnak a energetikai közvilágítási korszerűsítését. Ez azt jelenti, hogy mondjuk több év leforgása alatt, akár városrészenként, vagy szakaszosan haladva csináljuk meg ezt a beruházást. Itt vannak pozitív és negatív érvek is egy-egy gondolat mellett. Az a terve az önkormányzatnak, hogy most a január végi testületülésen ezt újra átbeszéljük, és dönteni fogunk abban, hogy hogyan valósítsuk meg ezt a fejlesztést is. Az egyértelmű, hogy meg szeretnénk. A kérdés még mindig adott, hogy önerőből, hitelből, vagy valamilyen új gondolat jön be esetleg, amiről eddig még nem beszéltünk. Az egyértelmű, hogy szeretnénk megcsinálni. Most itt az elmúlt év végén, különösen amikor mondjuk a díszkivilágítás fönn volt, akkor látható volt azért, hogy amikor egy ledes tárgy világít fönt adott esetben egy karácsonyi dísz, vagy egy ünnepi dísz, akkor amellett hogyan világított, vagy hogyan nézett ki a régi közvilágításunk. Tehát mindenféleképpen megérett a cserére, mind a fény erőssége és annak hatása miatt, mind pedig az energetikai dolgok miatt. Tehát nem mindegy, hogy mennyiből világítjuk ki, úgymond a városunkat. De nyilván azt meg kell fontolnunk, hogyha adott évben van egy bizonyos összegünk, amit önerős beruházásokra kell fordítanunk, vagy lehet fordítanunk, akkor azt mindet mondjuk az utakra, járdákra költjük, vagy az utakjárdák mellett mondjuk ebbe is szeretnénk beletenni önerőt, ebben kell gondolkodnunk, és majd közösen döntést hoznunk. Az biztos, hogy a 23-as évhez képest, tehát 24-ben a tervek szerint legalábbis, mondom még egyszer, a végleges költségvetés adja majd meg a számokat, de mindenféleképpen fogunk előrelépni újra, hál' Istennek az önerős fejlesztések tekintetében. Illetve szeretnénk nyilván a különböző cégeinknél és intézményeinknél is fejleszteni, kisebb-nagyobb fejlesztések vannak tervben, és a legfontosabb még egyszer, hogy az a munkaerő, ami hál' Istennek rendelkezésre áll az intézményeinknél és gazdasági társaságainknál, őket megbecsülve, az ő béreiket fejlesztve tudjunk közösen dolgozni tovább. Ezek a legfontosabb pillérek az önkormányzat működése tekintetében. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!